A lehetőségek szerint folyamatosan fejlődött Csikostöttös az elmúlt években. Ennek megfelelően gyakorlatilag komfortos a település, mondja Kleb Imre, az újonnan megválasztott polgármester, aki eddig alpolgármesterként tevékenykedett. Azt mondanak, horderejű fejlesztésekre már nincsen szükség. A lényeg, hogy lehetőleg mindenki otthon érezze magát a településen, és lássák a fejlődést, még ha ez csak kis lépésekben is megy végbe. A falu élhetőbbé, kellemesebbé tétele az, amire kívánunk fordítani mi energiákat. Azt pedig, hogy vállaltam ezt a polgármester jelöltséget, végül is a polgármesterséget, ez 1998 óta dolgozunk a volt polgármesterrel közösen ebbe. Én azóta ezen a településen végig alpolgármester voltam. A testület is minimális mértékben változott, tehát egy összeszokott, egymást jól ismerő közösségbe tudok dolgozni, és úgy érzem, hogy ezzel a csapattal tudunk is tenni az elkövetkezendő időbe a településünk javára. Tudjuk, hogy a célunk a következendő időbe olyan pontos dolog megoldása, mint a Béke utcai csapadékvízelvezetés, ami nekünk lényeges kérdés. Folytatnunk kell a járdaprogramokat, hogy a járdafelújításokat, napi abszolút gondunk a két busz megállónak a nagyon leromlott állapota. De ezek már csak szó szerint órákig szolgálják a falu lakosságát, hiszen a tervek szerint, mire ezt a tudósítást önök látják, már lecserélésre kerülnek. A tavalyi esztendőben vette kezdetét a közmunkaprogram. Ennek keretében 40 ezer darab térkövet gyártottak le és helyeztek el. Az idei évre 800 méter járdát tudunk felújítani a településen. A jövő évre, mivel a munkanélküliség szerencsénkre alacsony a községben, nem tudunk már ennyi embert foglalkoztatni, egyáltalán nem találunk munkaerőt, így visszavesszük 4-5 emberre a jövő évben ezt a programunkat. Ez automatikusan csökkenti, 20 ezerre visszük le a gyártandó térkő elemnek a számát, és 400 méterre csökkentjük a járdaépítést. De természetesen ezt is hosszú távon szeretnénk folytatni. Vannak olyan dolgaink, amiket még szeretnénk megoldani a rövid időn belül. Ez az egyik, az óvoda eléggé leharcolt udvari játékainak a felújítása, ami meg fog történni a tavaszra. Ezen kívül van egy olyan pályázatunk, ami már nyert pályázat, tehát már csak a közbeszerzés lefolytatására van szükség. Ez a közterületi utak, járdák karbantartására gépbeszerzés. Ez egy ilyen 14 millió forintos pályázat. Az óvoda játékokra 3,9 millió forintos pályázatunk van, és egy szintén a közösségnek, főleg a fiatalabb korosztálynak lehet érdekes, 5500 eurós pályázaton nyertünk egy Európai Uniós pályázaton, ahol a községben a közösségi tereket 12 helyre tudunk ingyen wifi-t telepíteni, ami szintén a jövő nyárra fog elkészülni. Annak ellenére, hogy kevés a munkanélküli és a közmunkaprogramban sincs kellő ember, arányaiban sokan vannak, akik szociálisan nincsenek jó helyzetben. Az idei évben is tudunk szociális tűzifát osztani, 60 erdei köbméter fánk van, amit most kívánunk felfűrészelni és kiosztani mindegy 100 érintetnek. Ezek között nehéz szociális helyzetben levők, közgyógyellátottak és rendkívüli helyzetbe sodródott embereknek tudunk adni, akik benyújtják a kérelmüket erre. Az állam adja erre az erdei fát, a mi költségünk lesz a kiszállítása és a felfűrészelése és a fának a kiszállítása. Nem mondom én, hogy itt mély szegénységben él a település, de sokan vannak, akik átmeneti vagy hosszabban tartó anyagi nehézségekkel küzdenek. Évente tudunk 2-3 alkalommal szociális segélyt adni, amilyen kéréssel fordulnak hozzánk, megpróbáljuk megoldani.
próbálunk valami milyen egyéb kedvezményt adni nekik, amire anyagi lehetőségeink engedik. Szimbiózisban élünk Dombóváddal, ez egy város közelében lévő kis településnél természetes, mint ahogy az is, hogy adott esetben keresnem majd a volt polgármester véleményét az ügyekben, de Csikostöttös külön önkormányzat és a maga életét fogja élni a jövőben, mondja Kreb Imre. Szeretnénk, ha az idegenforgalom egy kicsit fellendülne, mely de a tájház és a horgásztó is jó alap lehet. A legjobb, ami történhet a következő 5 évben, hogy egy nyugodt kis települést tudunk fejleszteni és élhetővé tenni. Ez a célunk, mondta az új polgármester.